Na sziasztok, én vagyok ez, és ma a Mergenbe csinálok egy Black Mesa epizódot, még a régi mikrofonnal. Na, ez nem fair, mit csináltok egyből? Nézzelek már oda, hát beszorás, most spanoltam be, és már idegesíteni kell. Adjál már békén. Mi történt? Szóval ott jártam, hogy már idegességemben csinálok egy rohadt Black Mesa epizódot, mert már úgy volt, hogy nem forgattok, amíg megint az új mikrofonom. De aztán mégis forgatok, mert a Magyar Posta annyira zseniális, de tényleg, hogy nem jött meg a mikrofonom már egy hét alatt, mert hogy Magyar Posta, köszönjük szépen. A történet többi részét a fantáziára bízom, mert hosszú történt igazából, és nem biztos, hogy el akarom mondani. De Magyar Posta az annyira gyönyörű, közben itt le fog esni a lift, és én kibrok erre a létrára. Na azért. Szóval a Magyar Posta annyira zseniális, hogy egyszerűen úgy felidegesítettek most. Ez az, még essünk is bele. Most miért nem? Na végre. Szóval ja, egy régi mikrofonnal kis idegesen, fáradtan, nem tanultam, tanulni kéne. Szóval minden bajom van már itt, de azért felveszek egy részt. Usoljál, ribanc. Oké, szivacs teljesen nyugodt, és abszolút készen áll minden akcióra. Baromi rég voltam már itt, mi a helyzet, ebből kevés van. De azt a kevést is el fogom használni. Ide tudja, hogy be fog spannolni valamiből, mert Black Mesa azért. Jajajaj. Remélhetően most tényleg ez az utolsó rész, amit a régi mikrofonnal veszek fel. Ózsír. Most bezártak? Ja, még izé van. Kitisztítják a vakbelemet, és utána haladhatunk tovább. Elnézést. Tovább. Nagyon-nagyon jó. Aha, látlak kis köcsök. Nem versz át. És akkor oda fel, nagyon jó. Ha, ez viszont átvert elég keményen. Szóval, ha innen leesik, akkor ez elég nagy... Nem volt nagy zuhanás. Oké, akkor ezt visszavonjuk. Soti. És akkor akcióra fel. Ahogy már megszokhattuk. Mit is kell itt tulajdonképpen csinálni? Csak kérdezem. Itt vannak ilyen felszopók. De be lehet jönni? Jó, oké. Mert itt van páncél, ami... Úristen! Majdnem rád lőttem, úgy beszartam tőled. Gomb! Én nem fogom elmondani senkinek, hogy itt vagy, de azért én... És felkapcsolom az elektromosságot, ha nem bánod. Gondolom ugyanezt kell itt a másik oldalon is csinálni. Yes! Ó, te kis... Rán meg nem számítok? Lesi fotós, mi? Itt éppen ettél egy embert? Nem baj, van töltény, szóval az azért csak jó. Kaptam még pisztolytöltény, szóval ezt használjuk, és gondolom ezt is most meg kell nyomni. Ezért hangyacsata megy a tévébe, az mindig jó. És nem tudom, mi történik amúgy. Oké. Valami azt sugja, hogy innen el kéne tűnnem. Még egész biztonságosnak tűnik, lehet, hogy nem. Hol itt a létre? Hogy jöttem fel? Eltévedtem. És tényleg, hogy jöttem fel ide? Hús. Hoppá, ez véletlen volt. Új egér is kéne nekem igazából, mert ott egy létre. Az a másik oldal. Jó, már járok itt össze-vissza, fel alá, szét, szet. Na jó, van. Te meg bekaphatod az összes faszom. Köszönöm szépen. Na, oké, erre jövünk. Teljesen képbe vagyok. És beindult valami sejtelmes zene is. Azt akarják sugalni biztos, hogy valami nincs rendben, de... majdnem. De nem. Biztos azt akarják sugalni, hogy valami nincs rendben, de nem érdekes, mert biztos rendben van. Minden, nekem ezt kellett csinálni, akkor én itt sem vagyok. Cső. Csákány. Puszi. Meg minden. Na! Ti meg... Nem robbansz. Persze, hogy mögöttetek meg van egy... Vordigant, vagy hogy hívnak téged. De ögölj már ki, köszönöm. Ilyen szép szaltó, 10 pont a 100-ból. Na, jó, haladunk. Ebben még van, szusz. 2% végül is, az is jó. Igen, most felkapcsoltam az energiát, az jó. Ma már csak az oxigént kell felkapcsolni, és akkor oda lehet pörkölni annak a nagy... annak. Na. Érthető és világos, remélem mindenki számára, amit én most pofázni próbálok. Na, oké, zsír. Ez a létra hosszú. Hogyha máskor egyértelmű információkra van szükségetek, nyugodtan forduljatok hozzám.
Jó, remélem most már nincsen semmi ellenség erre felé, tehát hogy így utólagosan beszpánolnak nekem itt dolgok. Ezt ne, olyat ne játszunk már, jó? Loading, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon jó. Tényleg tanulnom kéne, srácok. Hogyha miattatok holnap földrajzból írok egy rosszat, akkor az a te hívátok lesz. És nem érdekel, hogy nem tudtak befolyásolni, attól, hogy teljesen nekem nagyon jól esik másokra kenni, szóval legyen így. Nagyon ezt a 20 percet kibírom most, na. De utána 4 van. Majd tanulok. Majd, mindjárt. Senki, mindenki nyugodjon le! Na. Oké. Valami recseg össze-vissza. Á, igen. Az engerem is olyan túlérzékeny, mi nem is tudom mi van. Á, igen, ez egyszerűen nagyon, igen, jó volt. Pont így terveztem természetesen. Hol volt mentve? Oké, itt, ez nem olyan rossz. Amúgy simán át lehet sétálni, nem? De, ne lökjél le! Csak ugrani kell mi. Az ugrásokkal mindig is bajba voltam ennél a játéknál. Na, gyerünk. Ezt szórakozzunk már. Na, azért mondom. Jaj, megint te? Hát akkor ez elő a gránátokkal. És elterelem a figyelmem magamról. Oké. Parapapapam, én itt se vagyok. Ne is foglalkozzatok velem. Ide bejövünk. He! Ez egész jól ment. Rá is mentek. És most ez az a emelet, ahol vissza kell kapcsolni a oxigént. Ez oxigént, igen, ott van oxi. Jó, hogy energiánk van, következő az oxigén, meg ugye az üzemanyag. Az meg a kettes állásban lesz, ami pedig erre van. És ugye ott lehet... Ó! Oh. Nem fogott a billentyűzetem, pedig hátrálni akartam előle. Mindegy. Itt szivárok egy kicsit a gáz, teljesen biztonságos. Nem bízok semmit a véletlenre most már. Láda. Ó, zsír. Egy kis medikit. 4%-ra nem biztos, hogy annyira taktikailag jó ötlet volt felvenni, de most nem. Hát nem lesz a romha, de. Jó. A könyököm akkorát roppant, azt a rohadt élet. Jó, folytassuk. Ah, itt is vannak ilyen felszopók. Lalalá, doboz. Egy kis páncélt kérhetek esetleg? Aha. Ez aztán teljesen jó volt. És nem csináltam semmit szerintem. Páncél? Nem? Oké. Okay. Ó! Oh, jó, itt vágyott a fához. Végülis az is szerves. Hallok valakit. Aha, nyögni. Ti vagytok azok. Ketten vagytok? Ketten vannak bizony. De ez hogy tudtál? Háj, rohadjatok széjjel mind a ketten. Hogy sebeztél ennyit? Hát 186-ra? Tehát ez ilyen pofátlanság csúcsa ennyit sebezni. Tehát ezért ezt már kikérem magamnak. Menjél már innen. Most mit kell csinálni? Jaj, itt a létre. Oké. Okay. Ne! Ne! Hú! Oké, okay, ez közel volt. Simán leestem volna. Mondjuk valószínűleg nem lett volna baj már, hogy vízbe esek. Így, semmi probléma. Áú! Mi a... Hát... Hagyjál már élni! Most jöttem ki, azt tudom hol vagy. Édes rohadt... Jól van, ölj meg, gyerünk! De most... Beleérk... Át! Komolyan mondom. Ez a játék úgy ki tud idegelni néha. Nem mindegy, ő akarta. Most úgy oda pörkölök neki a sotival. Húú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 ú
is meghalt volna, csak én még rádupláztam. Érezze ki a főnök. Na. Öreg anyád. Ú, de sötét van. Aha, akkor erre megyünk, gondolom. Akarodj már át ezen a csövön? Na. Köszönöm. És megint megy a sejtelmes zene. És akkor most lehet... Nem lehet csak erre jönni. Vagy az ott... Ez egy tekerőke, ez meg csavarható? Nem, akkor... Mondjuk itt van, lehet lesz valami... dobozba. Hát vagy nem. Ez akkor tök felesleges. Jó, nem húzzuk az időt, haladunk szépen. Jó lenne kinyírni azt a nagy lényt ebbe a részbe. Plics-plocs meg minden. És egy létra. Hallom, hogy valaki nagyon... nyöszörög össze-vissza. Nem itt? Oké, akkor nem itt. Ajajaj, gyerekek. Á, tudtam, hogy hörög valaki.
Hát, te igazán béna voltál. És mit vettem fel, gránátot? Tehát örültem volna mondjuk másnak is, de mindegy. Aha, sziasztok. Titeket már ismerlek. De... Nem idegesítő, nem, de hogy... Nem! Jó, nem, hallán nyugodt vagyok. De tényleg, abszolút teljes mértékben soti töltény. És egy zombi a kép most kelt fel. Ne is fáradj, tényleg. Na, soti töltény. Aj, de jó. Jöhetünk sotival 19, ez nem túl sok. De jó lesz az. És akkor most? Aha, nem működik. Doboz, hát ha esetleg. Nem, nem. Lószár, oké, mindegy. Aj, de sötét van, nem látok semmit, mert pont a... Olyan napnak háttal vagyok, és ezért... A nap délutánonként mindig ide süt a monitorra, és mondjuk lehetett volna annyi eszem, hogy behúzom a függöny forgatás elét, de nem volt. Hova megyünk? Ezt gondolom nem megnyomható, hát persze. Mip-mip. Hanem a szépen kivilágított létre. Ó, köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Wow, micsoda ventilátor szerkezett. Erre se. Eltaláltam. Hanem még lejjebb, abszolút biztonságos, természetesen, miért is ne? És most? Aha, erre emlékszem. Igen, tehát ki az az idióta, aki úgy tervez egy ventilátort, hogy azt alul lehet bekapcsolni? Érted? Tehát ez nem kicsit életveszélyes? Na mindegy. Nekem aztán olyan mindegy, és most azt csináljuk, hogy ráugrunk. Ó, na azért. És akkor egy hamupipőkéset játszunk a levegőbe, nyomatunk egy hátraszaltót, és akkor itt választunk egy... Valószínűleg ezt tudjuk hát... Melyiket válasszuk, amihez éppen közel vagyunk? Ó, ez, nem. Akkor ez, létszik. Ebbe bemegyünk. Ez az, oké. Okay. És akkor le lehet folytatni az utat. Miért érzem azt, hogy itt headcrabek lesznek? Szinte azonnal, nem? Aha! Tudtam! Mindig ilyen unfair, de most én voltam az okosabb. Na gyere! Na, oké, minusz egy. Gyere, ugorj! Jó! Hülyék vagytok, gratulálok, elnyertétek a Darwin díjat. Na. Esetleg valami jó? Létszik-e? Nem. Kis életet tudnék használni, még egy kis páncélt is. Esetleg itt? Fiken. Oké, okay, most két irányba lehet menni. Abból nekünk az egyik a jó, azaz ez. Gondolom. Aha. Aha. Á, zombi felkelt. Tudjátok mit jelent? Pum-pum. Pum-pum. Szióka. Pusz-pusz. Jól van. Te nem idegesítesz. Ott is egy, de az... Ó. Remélem valahogy... Haha, nyertem. Ó, el tudom tenni a fegyvert. Ja nem tudom, azt hiszem, el tudom tenni a fegyvert. Ott egy páncél, az kell. Oké, okay, tehát. Mi itt a feladat tulajdonképpen? Téged megölünk. Igazából a kicsivel kezd. Nem, szippacsunk már fel egyet ilyennel. Gyere csak, itt vagyok. Gyere, ez az, gratulálok, szép fiú vagy nagyon. Oké, okay, és akkor már csak egyel kell elbánnunk tulajdonképpen ez a harci helyzet. Zsír. Itt volt egy ilyen kis szar, kettő ilyen kis szar. Nem harapsz meg, mert elegem van belőled így is. Jó, itt kell... Apá. Valamit meg kell nyomni? Ó, megint felszippantott egy zombit, de jó. Á. Aha. Soti töltény, azt mindig szívesen fogadom. Azt hiszem, itt azt kellettet csinálni, hogy ezt fogod. Nem, add vissza! Add vissza! Szóval... fogod. És teker. Teker, teker, teker. Aztán átjössz ide. Teker, 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 teker. És kész vagyunk ezzel tulajdonképpen. Mert ready, igen. És akkor most, ó de jó, ez nagyon kell nekem. És még sot, nem, ez nem soti történik, hanem revolver, de az is jó. Pip. Pip. 89. Hát reméltem, hogy azért egy 90-et elérünk, de hát nem panaszkodok így se.
Ellenállás? Nem? Oké. Okay. És akkor gondolom, hogy már rövidebb úton megyünk vissza. Igen, mert ez volt az a ajtó, amit néztem, hogy zárva van. Most már nincs. Mert valamiért, hogyha megnyitom az oxigént, akkor működnek az ajtók. Ne kérdezzétek, hogyan. Az ott egy medikit. Amit én habozás nélkül felszedek, amint betölt a loading. Köszönöm. Zsír. És akkor eljött az a pillanat, amikor megnyitottunk mindent, és tulajdonképpen visszavághatunk annak a növényszarnak. És körülbelül jön az a feladat, hogy... Na, beengedsz? Köszönöm. Szóval jön az a feladat, hogy fel kell jutni. Ugye? Ami azt jelenti, hogy még át kell menni ezen, és közben megy az ilyen izé... brazil szappan opera zene. Ez a ting, ez a zongora. Ting, ting. Csalódtam benned, Carlos. Körülbelül ilyen. Ó, nem, most már rock. Oké. Okay. Légy szíves! Hadd létrázzak. Köszönöm. Ó, oh, nine. Erre. Oké, okay, te foglald le őket. Addig én megyek. Au. De, menj, vasszál már. Te vadbarom. Oké, okay, zsír. Ez nem is rossz. Elmentem. Biztos, hogy nem csinálom meg még egyszer. Ez csak jó rock megy igazából. YouTube biztos backclaim-eim le. Na, nagy zöld gomb. Megbízható nagy zöld gomb. Gyerünk, intézd el a szerencsétlen. Oh! Ez az, bitches. Na. Közben itt... Oh. Hello. Na, te. Oké, okay, zsír. Ez nagyon jó. Utáltam ezt a részt már, amikor először játszottam akkor is. És most tulajdonképpen az történt, hogy hallál nyugodtan. Tudó, senki nem zavart, le lehet szépen sétálni oda abba a lyukba, ahonnan tulajdonképpen kijött az egész. Hé, hey, kösz, hogy fedeztél, és hogy nem hatál meg. Most követ engem? Nem, ez abszolút neutrális az ügyben. Nincsen véleménye semmiről, mindegy, ő tudja. Oké, okay, le a lyukon. A lyukon folyón. Nem áll, szivacs, fejezd be, jó. Pepem. És egy loading, hát már annyira régen volt, legalább 2 perc lesz. Légy szíves, lövd az arcomba még egyszer. Na, oké. Okay. Még nem kaptunk új fejezetet, de lassan már szerintem az lesz. Milyen mély ez a létra? Milyen mélyre visz ez a létra? Oh! Kösz! Jó van, szakadjál rám. Na, ó, oh, ez nem szép. És... még valami, amit fel lehet itt venni. Jó van, én megégettem magam. Inkább megyek a vízbe. És akkor itt hogy kell menni? Itt le... és itt fel, ugye? Azt hiszem így kicsit meg kellett kerülni a dolgokat. Ja, eltaláltam, zsír vagyok, emlékeztem. Soti töltény, hurrá. Ezért kell mindig szétválni a dobozokat. Itt lent, gondolom, hogy itt lent kell majd jönni. Ó, oh, ez az töltés. Pont ez kell nekem. Jaj, de jó. Végre. Biztonságban érezhetem magam nagyjából. Ez az. Gimme baby. Ez az 75. Az egész jó. Nagyon-nagyon zsír. Kicsit homályosan látok a nukleáris le valami miatt. De homályosan látok. Szóval azt mondom, hogy menjünk is innen, mielőtt pajzsmirigy rákom lesz. Aztán gondolom a csöveken akkor, mert hogy Gordon Freeman... Valami most leesett. Nem tudom, mindegy. Gordon Freeman annyira beresz, hogy a csöveken mászkál, tehát nyilván ez abszolút hétköznapi dolog. Hopp, akkor nem erre. Akkor... Nem oda le. Hova kell most jönni? Esetleg ide fel lehet. Hova kell most jönni? Abszolút elfelejtettem. Ide fel esetleg. Ott van a izé. A másik cső. Talán oda. Ez az. Oké, okay, itt megint fel. Oké, okay, megvan az utunk. Abszolút rendben van. De azért ez köcsökség volt ide elrejteni.
Ó, egy nukleáris vízesés. Black Mesa, hölgyeim és uraim, ahol nukleáris vízesések vannak. Oké, okay, abszolút, abszolút normális. Nem vettünk fel egy furót, milyen király lenne. Ez a szar... Hoppá. A szar izé helyett, hallod? A feszítővas helyett egy furóval így zing, zing! Tudod, így rámegyünk a zombikra, az mennyire bedesz lenne. Na hát a piros tekerentyűt, azt mindig el kell tekerni, mert hogy ez a szabály a Half-Life-ban. Szóval most is e szerint cselekszem. Kész? Na? Kész. Zsír. Gondolom, hogy arra megyünk. De ez az ugrás valószínűleg már csak a következő rész témája lesz. Én most megyek tanulni. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!